ezen a hétvégén rendezik meg az idei év első csakamentes fesztiválját. Én már többször részt vettem ezen a fesztiválon, és mindig ámulatba ejtett, hogy nagyon sok program szólt akár nekem is, aki nem mindenmentesen étkezik akár. Pedig ezen a fesztiválon mindent meg lehet tudni az egészséges életmódról, a táplálkozásról és az érzékenységekről, méghozzá a legjobb szakemberek segítségével. Vendégünk pedig itt a stúdióban Herceg Andrea, csakamentes alapítója, tulajdonosa, illetve Bot Tíme, a termékfejlesztő. Sziasztok! Sziasztok! Jó estét, sziasztok! Ebben az évben ez az első csakamentes fesztivál, viszont neked gyakorlatilag, Andrea, már 7 éve az életed éjjel-nappal erről a közösségről szól. Most erre a szezonnyitó eseményre hogy készülsz? Hát nagyon jól megfogalmaztad, mert valóban így van. A szezonnyitó eseményre nagyon-nagyon készülünk, és úgy érzem, mint aki most kezd el rendezvényt szervezni, mert nagyon sok újdonság van. Ugye új helyszínre költöztünk, új programokat vezetünk be, tematikára építettük a rendezvényt, ugye most a természetes szépségápolás a tematikánk, úgyhogy rengeteg új dolgot fogunk bevezetni, és ugye itt nekem is tanulnom kell ezeket. Már említetted, hogy egy új tematikára picit most felhúzzátok, ez a természetes szépségápolás. Alig vártam ezt, Marci, szerintem te is. Hát hogyne? Hát nagyon, de tényleg viccet félretéve, nagyon vártuk ezt a témát. Én egyébként is természetes szépségápolási termékeket használok. Timi, neked ez egyáltalán hogyan jött az életedbe ez a terület a szépségápolásnak? Én kozmetikus vagyok eredetileg, tehát bő 20 éve már a szépségiparban dolgozom, és bő 10 éve kezdtem el saját magam krémeket készíteni, mert nem találtam megfelelő kozmetikumot arra, hogy a vendéget olyan termékkel kezeljem, és lássam el otthoni ápolásra, amely azt az eredményt hozza, amit én várok. És te viszont, tehát hoztál nekünk különböző krémeket, amiket én most itt távolról egyáltalán nem tudok megállapítani, hogy micsodák, de szerintem közelről se tudnék. De rátkenjük. Végis akkor mesélj nekünk ezekről, hogy miben különlegesek. A naturkozmetikumok abban különböznek a hagyományos kozmetikumokból, hogy általában teljes értékű növényi olajokat tartalmaznak, hidegen sajtolt növényi olajokat, gyógynövény kivonatokat, virágvizeket, illóolajokat, semmi szintetikus mesterséges anyagot, hiszen a természetben, ahogy szoktam mondani, az színek és illatok hada van, ezért mi is beletesszük minden termékbe a színeket, illatokat, és igyekszünk a trendekkel is haladni. Például bátran próbált ki az egyik krémet, ha javasolnám, az egyik Astradír. Azt nekem szól. Közben annyit hadd kérdezzek, hogy de azt, hogy mondjuk ilyen szépek és illatosak, az nyilván figyelemfelkeltő dolog, de azt a hatékonyságot is biztosítják, amit mondjuk elvárnak azok, akik ezt használják? Igen, a naturkozmetikumok lassabban hatnak, viszont sokkal tovább élvezhető a hatásuk. Tehát visszaállítják a bőrnek az egészséges állapotát, feltöltik hidratáló hatóanyagokkal, valódi tápanyagot juttatunk be a bőrbe, és most az új trendeknek megfelelően olyan környezettudatos hatóanyagokat is használunk, amelyek például az élelmiszeripar melléktermékei. Most mit kent rám Dóri, illetve saját magára? Nagyon jó. Ez egy hibiszkusz arcsadírt kent. Gondoltam. Amely magyar zsája vízből készül, és mint mondtam, az élelmiszeripar melléktermékéből, amikor a bogyókból különböző italokat készítenek, dzsúzokat, azoknak megmarad a magja, a héja a bogyós gyümölcsöknek, ezt a kozmetikai ipar újra felhasználja, szárítja, aprítja, és például ez adja az asztradírt benne, a dörzsit. Szépségápolás biztos lesz a Csakamentes Fesztiválon, de még mi minden várható? Hát ugye a nagyobb helyszín adottságait kihasználjuk, úgyhogy 70 kiállítóval készülünk, és ezen kívül a kiállítói területen belül nagyon sok mini programot rejtettünk el. Komplett kozmetikákat költöztetnek ki rendezvényen belülre, úgyhogy arcápolás lesz, natursminkelés lesz, mindenféle ilyen tényleg kozmetikai, nyilván a rendezvényen belüli mini rapid kezeléseket fognak ott végül, szóval mindent ki lehet próbálni, ugye, aki odajön. Így van. És ezen kívül egy külön előadóteremben azért edukálunk is, úgyhogy rengeteg szakértő fog előadni, meg workshopozunk is, úgyhogy ki is lehet majd mindent próbálni, meg lehet tanulni, elkészíteni. Timi, te hogyan tapasztalod, hogy mondjuk nyilván ezen a rendezvényen nem, de mondjuk más eseményeken mennyire szoktál szkeptikusan hozzáállni a termékeitekhez, mert nyilván a csak a mentes fesztiválon azért mennek az emberek, mert ezt keresik, de hát ez nem mindig adott, gondolom. Itt a 21. században az a tapasztalatom, hogy a hölgyek egyre inkább nyitnak a natur felé, hiszen sokkal természetesebbek és tudatosabbak. Tudatosan táplálkozunk, mozgunk, egészségesen élünk, ezért szeretjük a bőrünket is olyan valódi hatóanyagú termékekkel ápolni, amelyek már természetesek. Ezért egyre inkább váltanak a természetesre a hölgyek.
itt a felvezetőben pont említettem, hogy én már többször voltam a fesztiválon, pedig én nem vagyok például gluténérzékeny, cukorbeteg, de szeretem azért mindenben megnézni a csokamentes dolgokat, például akkor abszolút nekem is ajánljátok, ugye, a fesztivált, és egyáltalán jó az, hogy mondjuk én nem vagyok gluténérzékeny, de mondjuk glutén párszor helyettesítem, akár, hogy mondjuk nem viszek be a szervezetembe annyi glutént? Szerintem ez is egy fontos kérdés itt. Szerintem nem vesztesz vele sokat, hogyha nem viszel be glutént, és igen, valóban elég sokrétű, és igazából a nyitott embereket is várjuk, úgyhogy nem csak ételérzékenyek jönnek ide, hanem akik szeretnének egészségesebb dolgokat találni, és ugye tudatosan táplálkoznak, élnek, ugye itt nem csak gasztronómiáról beszélünk, hanem ugye naturkozmetikumokról, tisztítószerekről, zero waste szemléletmódról, úgyhogy minden is itt lesz nálunk. És hát ugye azt is mondtuk, hogy ez 2024-ben az első ilyen fesztivál, de gondolom a fejedben már pörögnek az opciók, hogy mik lesznek a következő fesztiválokon. Ebben az évben sem alszol, szerintem. Képzeljétek el, hogy ez az első rendezvényünk, de szerintem mi már egy olyan 7 rendezvényen vagyunk túl, ami nem saját szervezés, de ott voltunk vendégként, mert nagyon sok rendezvényre megyünk megmutatni, hogy amúgy mentesen táplálkozni mennyire nem lemondásokkal jár, és hogy milyen finoman el tudunk készíteni bármilyen ételt, és most ezzel azért rócsózzuk az országot, de készülünk nyilván a többire is, nekünk azért még itt 3-4 eseményünk lesz, ami saját szervezésű. Sok sikert kívánunk akkor az, és nagyon szépen köszönjük, hogy elhoztátok ezeket a isteni kis kenceficéket. Marci, ne aggódj, mindent rád fogom még enni. Nagyon szépen köszönöm, köszönjük, hogy kipróbáltok. Köszönjük. Én meg kikérdezem a nemzeti parkokat tőled majd adás után, mind a 10-et.